Megújult Füzesabony egyik ikonikus helyisége a házasságkötőterem. A munkálatok még tavaly évvégén kezdődtek, és idén január végén fejeződtek be. Számolt be róla Molnár Richárd alpolgármester. Fontos célkitűzés volt mindig is az önkormányzati épületek felújítása az elmúlt években is. És itt a művelődési ház, házasságkötőterem, illetve a mozi és a mozi előtere egy egybefüggő épületet is alkotnak, és már csak a házasságkötőterem nem volt felújítva, és azért is gondoltuk, hogy ez fontos lenne, mert ez Füzesabonyban bármilyen rendezvény is van, ez egy díszteremként is funkcionál, illetve hogyha ez felújításra kerülne, akkor már egy 4 helységből álló olyan épületkomplexumot fogunk kapni, ahol egymástól függetlenül is 4 vagy akár 5 különálló rendezvényt is tud tartani az önkormányzat, illetve bárki, aki igényt tart rá. A felújítást a Városüzemeltetési Kft. Végezte, és az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, mintegy 1,6 millió forint értékben. A legkritikusabb a padlózat volt, ami ugye egy teljes új rétegrendet kellett kialakítani. Egy meleg burkolattal, parketta felújításon esett át az épület, illetve próbáltuk a jellegét is megőrizni. Tehát ugyanazokat az elemeket, burkolelemeket próbáltuk használni, ami ugye az oldalfalakon is szerepelnek, és azért esett a választása egy magas kopásárosságú parkettában, de felújításra került még a teljes villamos hálózatcserét, próbáltuk az energia takarékosságot is figyelembe venni, tehát már egy ledes világító berendezése kerültek beépítésre, illetve kapott egy teljesen új festést, és még ami hozzákapcsolódó bútorzatnak, illetve a székeknek az üléshúzata, hogy már a színeknek és a harmóniának megfeleljen, illetve még a függönyeket is, mivel elég régiek voltak, már ezeket is kicseréltük. Az alpolgármester azt is elmondta, a felújítás azért is volt időszerű, mert a házasságkötő terem előtti tér a hamarosan induló zöldváros projekt részeként újul meg, így még méltóbb környezetet teremthetnek az esküvőknek, rendezvényeknek.